A tulajdonos éppen lelakatolja az egyik legnépszerűbb szexárdipáb ajtaját. Bár a kedd este megjelent magyar közdöny legfrissebb számában a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedésekről szóló bekezdésben, a kormány nem tette kötelezővé a vendéglátó egységek bezárását. A szórakozóhelyek üzemeltetői mégis erre kényszerültek. Mi ugyan itt lehetünk, tehát a tulajdonos, illetve az alkalmazottak, de vendéget nem fogadhatunk, csak elvitelre adhatunk italokat, ennek meg úgy láttuk, hogy semmi értelme nincsen, így hát mi is bezártunk imárom már másodszor ebben az évben. Elég nehezen éljük ezt meg, de hát a törvényeket be kell tartani. Egy másik szexárdi szórakozóhely tulajdonosa azt mondja, a nehéz helyzet ellenére nem tervezi a dolgozók elbocsátását ugyan elestek minden bevételi forrástól, továbbra is biztosítja a fizetést számukra. 11-én be kellett zárnunk. Ez olyan szempontból érintett minket, hogy nincsen semmilyen bevételi forrásunk, és így nyilvánvalóan, bár a kiadásaink azok nagy részt megmaradtak, tehát gondolok itt akár a bérleti díjra, akár, akár ugye a dolgozóknak a fizetésére, hiszen itt ugye többen dolgoznak, és szinte mindenki mögött család van, amit el kell tartani. A tulajdonos úgy fogalmaz, sok kis vállalkozás mehet így tönkre, hiszen a tartalékok végesek, a jövőkép pedig bizonytalan, még nem tudni, hogy meddig kell zárva tartaniuk.